polgármesterről, meg a korábbi ami vezetéssel mindig arra törekedtünk, hogy jelentős fejlesztéseket tudjunk így Győrúj Varázsot megvalósítani. Hiszen a úgynevezett 8-3-11-es út, és most már az utolsó szakaszához közeledik megvalósítani kerékpár út, és polgármester úrral, helyiekkel a következő fejlesztés, amiben bele fogunk vágni, az a főutca folytatásába, tehát a Győr fele vezető útnak a felújítása, aszfaltozása, burkolat cseréje, az autópálya másik felétől egészen a Celdövölti vasútvonalig a Vámházig. A polgármester úrral pedig kiváló, kitűnő munkakapcsolatunk van, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy a következő időszakban a előbb említett útfejlesztésen kívül is számos más fejlesztés lesz a településen. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és gratulálok. Köszönjük szépen! A Győrúj Varázs Live TV kedves nézőit, mellettem áll Bora Ákos, a térségi országgyűlési képviselője, akit arról kérdezek a kerékpárút átadása kapcsán, és köszöntök természetesen, hogy milyen finanszírozásból, milyen erőforrásokból jött létre ez a beruházás. Köszöntöm én is tisztelettel, szeretettel a Győrúj Varátiakat. Több településen megfogalmazódott országszerte, hogy kerékpárútépítésekre, belterületi kerékpárútépítésre keres szükség volna. Ezt az igényt annak idején felküldtük, jeleztük a kormányzati szervek felé, elkészültek itt helyben a megfelelő megyei tervek. Annak idején megyei közgyűlési alelnök voltam, amikor az egész tervezési időszak elkezdődött. És ez a mostani beruházás uniós finanszírozásból, ami azt jelenti, hogy van benne hazai forrás, van uniós forrás, és hát helyi forrásból is valósult meg. 125 millió forintról beszélünk, közel 1 km kerékpárútról, és hát ez szervesen kapcsolódik, csatlakozik az egyéb Győrúj baráti fejlesztésekhez. Sikeresen befejeztük ezt a bicikliutas projektet. Hát voltak viták, ellenszenvek a bicikli képítésével kapcsolatosan, de amióta elkészült, azóta döntő többségben csak a pozitív megnyilvánulás van az emberek részéről. Megpróbálunk úgy kialakítani mindent, hogy az itt lakóknak a szempontjából semmilyen kellemetlenséggel ne járjon. És reméljük, hogy itt ez a bicikliút a jövőben is mindenkinek a megelégedésére fog szolgálni, és itt a főúton történő baleseteket lehetőség szerint a kerékpáros baleseteket a minimálisra tudjuk csökkenteni.